Nemrégiben, egészen pontosan 2018. decemberében egy meglehetősen furcsa hír járta be az országot, amelyből kiderült, hogy egy bizonyos K. Aladár, a legutolsó magyar halára ítélt, kirabolt egy trafikot, és közben kiderült az is, hogy már újra börtönben kellene lennie, hiszen több bűncselekményt elkövetett a szabadulása után, és hogy egy halára ítélt hogyan szabadulhatott ki. Tehát úgy, hogy 1988-ban ítélték halára, de közvetlenül utána eltörölték Magyarországon a halálbüntetést, ezért életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták a halálos ítéletet, ami Magyarországon 20 év börtönt jelent, tehát valójában nem is életfogytiglan. Ez azt jelenti, hogy 1988-ban követte el azt a brutális gyermekgyilkosságot, ez az állat, ez a K. Aladár, aki sorkatonaként 21 évesen meggyilkolt és megerőszakolt, megbestelenített egy 11 éves kislányt, akit meg is gyilkolt. Szóval ezt, a, ezt az emberállatot, ezt mindössze 20 év börtönre ítélték, hiszen eltörölték a halálbüntetést, ezért 2008-ban, tehát hogyha jól számoljuk, akkor 41 évesen kiszabadulhatott a börtönből, és 2008 óta folyamatosan bűnözésből élt, és 2018-ban került vissza aztán a börtönbe, miközben egyébként már a börtönben kellett volna lennie. Tehát ez is egyébként abszurd, hiszen fegyverrel kirabolt egy trafikot. Ezeket a bűncselekményeket ez a pedofil gyilkos nem követhette volna el, hogyha a halálbüntetést életben tartják, tehát hogyha a halálbüntetés nem törlik el 1990-ben Magyarországon, akkor megszabadították volna a magyar társadalmat ettől a pedofil gyilkostól. Magyarországon az utolsó halára ítéltet, akit ki is végeztek, 1988. július 14-én felakasztották. Őt egyébként vadász Ernőnek hívták, aki tiszacsegei volt, és Hát azt tette a 80-as években, amit ma szinte naponta elkövetnek Magyarországon, italozott a cimborájával a kocsmában, kinézett magának valakit, agyonverte, kirabolta, aztán betört még a házába is. Hát ugye tudjuk, hogy manapság havonta Magyarországon, főleg vidéken, főleg mondjuk Borsod megye környékén szinte naponta történnek ilyen bűncselekmények, de 1990 óta nincs Magyarországon halálbüntetés, bár hozzá kell tennünk, hogy Magyarországon jogilag ez tulajdonképpen az Európai Uniós csatlakozásunk óta számít csak kötelezőnek. De hogyha a világtérképre rátekintünk, van itt előttem kinyomtatva egy világtérkép, akkor azt látjuk, hogy a Földön az országok nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg, ugyanis az országok egyik felében jelenleg is gyakorlatban van a halálbüntetés, mint büntetési forma, míg a másik felében egyébként jellemzően az európai államok szerepelnek itt, tiltják a halálbüntetést, és vannak olyan országok, ahol érvényben van. A halálbüntetés, de hosszú ideje nem hajtottak végre halálos ítéletet. Ilyen például Oroszország, ahol nagyon régóta, 1999 óta moratórium van életben. Tehát lehetne ugyan alkalmazni a halálbüntetést, de nem alkalmazzák. Egyetlen európai ország egyébként Fehér Oroszország, ahol jelenleg is gyakorlatban van a halálbüntetés, tehát végeznek ki gyilkosokat, elítélteket. Ugyanakkor a demokrácia őshazájának számító Amerikai Egyesült Államokban létezik a halálbüntetés, az államok többségében jelenleg is gyakorolják a halálbüntetést. Sőt, olyannyira, hogyha az elmúlt évek átlagos statisztikáit nézzük, akkor azt látjuk, hogy a világon a legtöbb halálbüntetést Kínában hajtják végre, de az Amerikai Egyesült Államok is ott szerepel. Egyébként olyan országokkal együtt, mint a szövetségese Szaúd-Arábia, vagy mint amilyen Irak, vagy éppen Irán. És az Amerikai Egyesült Államokban is minden évben a halálbüntetést alkalmazzák. Ami érdekesség az az, hogy az Amerikai Egyesült Államok lakosságának felmérések szerint 54%-a támogatja jelenleg a halálbüntetést. Ez pontosan ugyanannyi, mint a magyar lakosság esetében. Tehát Magyarországon egy tavalyi felmérés szerint a lakosság 54%-a, tehát a többsége támogatná a halálbüntetés újra bevezetését. Egyébként Magyarországon 1990 előtt mindig volt halálbüntetés, ennek különböző formái voltak. Volt egyébként sima Halálbüntetés, és volt a minősített halálbüntetés. A sima halálbüntetésnek számított Magyarországon az akasztás, a lefejezés, a zsákba varás, vagy a vízbe fullasztás, még a minősített esetnek számított Magyarországon a kerékbetörés, a karóba húzás és az elevenen elégetés. Lehet, hogy sokakat meglep, de még a reformkor hajnalán, tehát 1831-ben is ítéltek Magyarországon kerékbetörésre egy rablógyilkost, és egyébként őt aztán kivégezték Zalaegerszeg határában. Igaz, megváltoztatták a fellebezések hatására ezt az ítéletet, és nem minősített kivégzés volt, hanem felakasztották. Tehát Magyarországon sem egyszerű minősített kivégzési módok voltak, de például a római birodalomban a szülőgyilkosokat nem csak egyszerűen zsákba varták, ugye ez létezett Magyarországon is, és utána vízbe dobták ezt a zsákot, hanem a római birodalomban a szülőgyilkosokat egy kutyával egy majommal, egy viperával és egy kakassal varták együtt ebbe a zsákba, és úgy dobták be a tengerbe, de hát tudjuk, hogy a római birodalomban például a keresztényeket vadállatok elé vetették, úgyhogy igencsak változatos kivégzési formák léteztek a nagyvilágban. Nagyon komoly vita van most már évek óta a halálbüntetést támogatók és a halálbüntetést ellenzők között, és általában ezek hitviták, úgyhogy nem konkrét, objektív mutatók és számadatok alapján folynak ezek a viták. Úgyhogy én szeretnék a tényeknél maradni. A Pepperdin Egyetem, ez egy amerikai egyetem kutatói végeztek egy kutatást, amely megvizsgálta, hogy a 26 év alatt az Amerikai Egyesült Államokban végrehajtott kivégzések, azok hogyan hatottak a, a gyilkosságok számára, hogy vajon van-e ennek elrettentő hatása, vagy valójában pontosan ugyanannyit ér egy kivégzés egy bűnöző számára, mint mondjuk egy, egy börtönbüntetés. És a Pepperdin Egyetem kutatói azt tapasztalták, hogy a gyilkosságok aránya a kivégzések számával ellentétes tendenciát mutat, és minden kivégzés 74-jel csökkenti a gyilkosságok számát a rákövetkező évben. De voltak magyar kutatók, például Pálinkás György, aki hasonló példákat hozott fel. Angliában 1965-ben törölték el a halálbüntetést, és hasonló tendenciát lehetett megfigyelni, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Az emberülések száma 60%-kal növekedett. Egy börtönbüntetés soha nem lehet egyenértékű magával a halálbüntetéssel egy bűnöző számára, hiszen a halálbüntetéssel megszűnik annak a lehetősége, annak az esélye, hogy valaha mondjuk akár szökéssel szabadlábra kerülhet, vagy egy elnöki amnestiával szabadlábra szabad kerülhet, hiszen rengeteg ilyen politikai amnestia során kerültek szabadlábra bűnözők, gyilkosok világszerte. Tehát nyilvánvalóan a halálbüntetésen megszűnik annak a lehetősége, mondjuk egy gyilkos, egy, egy gyerekgyilkos számára, hogy ő valaha újra bűncselekményeket kövessen el. A börtönbüntetés az egyébként is csak akkor lehet visszatartó erő, hogyha mondjuk a börtönön kívüli Élet vagy életszínvonalhoz képest, az egy jelentős visszaesést jelent. De hát azok számára, akik számára egy börtönbüntetés, miközben ugye a börtönök színvonala folyamatosan javul, és ugye látjuk azt, hogy a Strasburgi Bíróság kártérítésre kötelezi a magyar államot, tehát még pénzt is kap a bűnöző azért, mert ő börtönben volt, de hát ennek nem csak ilyen következménye van, hanem egyszerűen olyan következménye is van, hogy lassan wellness börtönök kialakulnak a magyar börtönök. Hát egy olyan csavargó, született bűnöző gyerekgyilkos számára, aki egyébként egy putriban vagy egy putrisoron nőtt föl, egy ilyen börtön, ahol napi háromszori étkezést biztosítanak számára, ahol kényelmesen mondjuk télen meleg szobában alhat, pihenhet, egy ilyen börtön számára lehet, hogy magasabb életszínvonalat biztosít, mint egyébként a putri sor, ahol korábban bűnözői életmódot folytatott. És nem beszélve arról, hogy ezek a, a bűnözők abban az esetben, hogyha mondjuk többszörös visszaeső gyilkosok és mondjuk tényleges életfogytiglant kapnak, mondjuk nem 20 évet, mert ugye tudjuk, hogy az életfogytiglant sok esetben 20 évet jelent, de mondjuk tényleges életfogytiglant esetében viszont kiszámíthatatlanná válnak ezek a bűnözők a börtönben. Ez azt jelenti, hogy veszélyt jelentenek a raptársaikra, veszélyt jelentenek a börtönőrökre és veszélyt jelentenek az egész társadalomra mondjuk egy sikeres szökés esetén. És akkor még nem is beszéltünk az egész ügynek a gazdasági vonzatáról, hiszen élete végéig egy, mondjuk egy gyerekgyilkost a társadalomnak, a magyar adófizető polgároknak kell eltartani, etetni, itatni, szállásoltatni. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy egy ilyen gyilkosnak, hogyha őt nem végezhetjük ki, akkor az élete felértékelődik az áldozatéval szemben, tehát mint az ő élete többet érne, mint az általa meggyilkolt áldozata élete. A halálbüntetést ellenzők általában azzal érvelnek, hogy mi van abban az esetben, hogyha valakit ártatlanul ítélnek el és mondjuk végeznek ki. Nyilvánvalóan ez egy jogos érvnek számíthatott mondjuk a 20. vagy a 19. században. Ma már azonban olyan modern eszközökkel folyik a nyomozás, gondoljunk itt akár a DNS-re, vagy egyéb olyan modern lehetőségre, eszközre, amelyen már egyértelműen lehet bizonyítani, megcáfolhatatlanul, félreérthetetlenül lehet bizonyítani egy-egy gyilkosságot, egy-egy bűnöző által elkövetett büntettet. Értelemszerűen a halálbüntetést gyilkosok, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok, gyermekbántalmazás, gyermekgyilkosság esetén tudjuk elképzelni, gondoljunk csak akár Szita Bence esetére azokra az emberállatokra, akik őt gyilkolták meg. Tehát értelemszerűen ilyen bűnelkövetőkre vonatkozva szeretnénk a halálbüntetés visszaállítását, de ezekben az esetekben mindig egyértelműen, százszázalékosan bizonyítható esetekben lehetne csak kiszabni a halálbüntetést. És ugye ne felejtsük el, hogy az amerikai Egyesült Államokban is az úgynevezett halásoron vagy a síralomházban hosszú éveken keresztül, sok esetben évtizedeken Keresztül várja a halálos ítéletét, egy halára ítélt, ez alatt az idő alatt, időszak alatt pedig felmerülhet akár olyan körülmény, ami esetleg az ő ártatlanságát bizonyítja. Tehát nem egyik napról a másikra történik egy kivégzés. Joggal merülhet fel esetleg az a kérdés, hogy mi van a keresztényekkel, mi van a kereszténységgel, hiszen számos lakossági fórumon tapasztalom, hogy Olyanok, akik egyébként a mi hazánk mozgalom minden programpontjával egyetértenek, azt szokták mondani, hogy na ezzel nem értenek egyet, tehát a halálbüntetés visszaállítását nem támogatják, mert ők keresztények. Nos hát az a helyzet, hogy Magyarország jelenleg, és ez az, az európai államok zömére igaz, nem nevezhető igazán keresztény államnak sajnos liberális típusú berendezkedésű államokban élünk, és az egész Európai Unió alapvetően egy liberális államalakulat, és nem keresztény. Amikor Magyarország tényleg keresztény állam volt, sőt a kereszténység államvallás volt, akkor mindig létezett a halálbüntetés. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy például Szent István idejében halálbüntetéssel büntették a gyilkosságon túl még a rágalmazást, becsület sértést is. De Szent László, igazán keresztény lovak királyunk és egy másik szent királyunk volt. Szent László idejében a rablást, tolvajlást, gyilkosságot szintén halálbüntetéssel sújtották. Mátyás király esetében pedig kifejezetten a kereszténység meggyalázását, akár egy templom megszentségtelenítését is büntették halállal, az már csak mellékesen teszem hozzá, hogy egyébként gazdasági bűncselekményeket is, mint például a pénzhamisítást, vagy külföldi pénz elfogadását Magyarországon szintén halálbüntetéssel sújtották Mátyás király idejében. Tehát akkor, amikor Magyarországon a kereszténység államvallás volt, akkor a halálbüntetés mindig létezett, sőt, maga a kereszténység világszerte, gondoljunk csak az eretnekek elleni küzdelemre, maga használta a halálbüntetést, tehát nem csak megtűrte, hanem maga is alkalmazta a halálbüntetést. És erről a pápák évszázadokon keresztül, illetve az egyház előjárói évszázadokon keresztül egyértelműen azt állították, hogy a Biblia alapján kimondhatjuk azt, hogy a halálbüntetés az nem gyilkosság, amit ugye tilt a Biblia, hanem igazságszolgáltatás, ami viszont benne van a Bibliában. Ez évszázadokon keresztül nem volt dilemma, nem volt kérdés a keresztény és katolikus egyházon belül. Ferenc pápával változott meg végérvényesen a helyzet. Ferenc pápa 2015-ben kimondta azt, hogy tilos a halálbüntetés. Ez egy teljesen új állapot jelenleg, és továbbra is viták folynak a katolikus egyházon belül is, hogy valójában a halálbüntetés, amely igazságszolgáltatás, igazságszolgáltatás és nem gyilkosság, az lehet-e törvényes, az lehet-e legális, vagy azt megtűrheti-e a keresztény egyház. De például az úgynevezett új keresztény egyházak hivatalos nevükön számára nem kérdés a halálbüntetés, ők továbbra is úgy értelmezik, mint ahogy a keresztény egyházak évszázadokon vagy évezreden keresztül értelmezték, még a hit gyülekezete vezető lelkészel német Sándor is elég egyértelműen fogalmazott a halálbüntetésről. A szándékos gyilkosság esetében az Isten nem gyilkosságnak mondja az a büntetést, hanem igazságszolgáltatásnak. Aki vért ont szándékosan a noival kötött szövetségben Isten azt mondja, hogy annak ember keze által ontassék ki a vére. A halálbüntetés ellenzői általában arra szoktak hivatkozni, azzal szoktak érvelni, hogy Magyarországon nem lehet visszaállítani a halálbüntetést, hiszen különböző nemzetközi egyezmények ezt lehetetlenné teszik. Tehát ilyenkor szoktak hivatkozni az 1950-es Római Egyezményre, ami azonban egyértelműen nem tiltja a halálbüntetést, és szintén Szoktak hivatkozni a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egység Okmányára, amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1966-ban fogadott el. Na itt már szerepel az, hogy senkit sem lehet az életétől önkényesen megfosztani, ugyanakkor azért itt sem egyértelmű a halálbüntetés tiltása, hiszen azt írják, hogy bármely halára ítéltnek joga van kegyelmet vagy a büntetés megváltoztatását kérni, tehát nem egyértelműen zárja ki a halálbüntetést. A 2000 decemberében a Nizzai csúcson elfogadott úgynevezett Európai Unió alapvető jogok kartája az, amely viszont tiltja a halálbüntetést. De természetesen nem tudjuk, hogy az Európai Unió egyébként ebben a mai formájában meddig fog egyáltalán fennmaradni, hiszen éppen most vagyunk túl a Brexiten, Nagy-Britannia kiválásán, nem tudjuk, hogy mi lesz az Európai Unió jövője, de egészen biztos, hogy a halálbüntetés visszaállításával továbbra is foglalkozni kell, mert hogyha ezt a témát is elengedjük, akkor az Európai Unió Immunrendszer, az Európai Unió védelmi rendszere nem fog tudni működni.